folytatjuk a mozgással, mint ahogy azt ígértem, ha bár egy kicsit más vizekre elvezünk, hiszen egy nagyon modern géppel fogunk foglalkozni, ez pedig az InfraShape lesz. Érdemes megnézni ezt az összeállításunkat is. Nap mint nap új diétás ötleteket zúdít ránk az internet. Van, aki egyre esküszik, de sokan többfélét is kipróbálnak. A technikai fejlődésnek köszönhetően pedig nem csak az ötletek, hanem a gépek is fejlődnek. Napjaink egyik legkedveltebb szerkezete az InfraShape, amit már a városban élők is kipróbálhatnak, és tehetnek a napi rutinjuk részévé. Mivel 2018-at írunk, ezért ugye nagyon fontos lett az egészséges életmód, egészséges táplálkozás, emellett, hogy minél többet edzenek, de kevesebb idő alatt. Ezért az InfraShape horizontál egy olyan speciális fekvő bicikli, amiben szinte 30 vagy 50 perc alatt 1200-2000 kalóriát tudtok égetni, vákuummotor, infralámpa, kollagénlámpa segítségével. Hogyan jött az ötlet egyébként, hogy egyrészt Szolnokra hozzátok magát az egész gépet, illetve hogyan látjátok, mennyire nagy az érdeklődés ma egy ilyen gép iránt? Ez nagyon jó kérdés, hiszen én már 2 éve ebbe az InfraShape világába mozgok. Először is a legelső budapesti stúdióba dolgoztam, majd a cégnél kezdtem el a gyakorlatomat, és úgy döntöttünk, hogy mivel Szolnokon nincs ilyen gép, ezért miért is ne próbáljuk meg, hiszen Magyarországon ez lett a legújabb trend és őrület. És először nagyon sokan kérdezősködtek, érdeklődtek, hogy mi is ez valójában, mert kevesen hallottak róla, de napról napra egyre több vendégünk van, és nagyon szeretik, hiszen tényleg egy kevés idő alatt tudnak sokat fogyni az emberek, illetve formálódni, vagy narancsbőr és a striák ellen is nagyon jó ez a gép. Milyen részei vannak a gépnek, hiszen azért itt látszik, hogy sok minden villog, ezek pontosan micsodák? Igen, ez egy összetett edzősgép, először is ugye infra és kollagén lámpa van a gépben, van multivision képernyő, amin edzés közben lehet Facebookozni, YouTube-ozni, illetve Sex és New Yorkot nézni, azt nagyon szeretik a hölgyek nálunk. Vákuummotor is van, ami a narancsbőr ellen nagyon jó, ezen kívül aroma és fényterápia is megtalálható a gépben. Mennyi időt lehet maximum eltölteni bennem, és mi az az minimum idő, ami azért szükséges ahhoz, hogy formálódjon a testünk? Először is minimum heti 2 edzés a javasolt, hiszen ha nem sportol, senki nem várhatja azt, hogy ettől a géptől rögtön lefogy. Szóval muszáj heti 2x50 percet edzeni, de ha valaki sportoló, illetve kondizik mellette heti edzést is tudom javasolni, és nem menjünk el amellett, hogy muszáj, és javasolják azért mindenféle edzők, hogy egészségesen muszáj táplálkozni, vagy oda kell figyelni az egészséges életmódra is. Nyilván, amikor sportolunk, nagyon fontos, hogy megfelelő felszerelésben tegyük azt, megfelelő legyen a futáshoz mondjuk a cipőnk, vagy olyan legyen a ruhánk. Ebben az esetben mit kell viselnünk, mitől lesz még hatékonyabb az edzés? Ezért is szeretik ezt a gépet, hiszen ehhez a géphez nem kell sok minden, nem kell nagy táskákat, szatyrokat vinni edzésre, mindössze elég egy edzős felső, váltó, bugyi vagy fürdőruha alsó, és egy zokni, nem is muszáj edzőcipőt felvenni, hiszen sokkal kényelmesebb az edzés. Ezen kívül edzéseink mellé adunk egyszer használatos fullianadrágot, vákumszoknyát, ami a géppel minket egybe tart, illetve zsírégető krémeink is vannak, amit edzés mellé adunk. Nagyon szeretik, hiszen tényleg, amit mondtam, hogy kevés idő alatt tudnak edzeni, és nagyon sok kalóriát tudnak égetni. Emellett már volt olyan vendégünk is, aki dolgozott, közben telefonált, illetve behozta a kedvenc kis háziállatát, úgyhogy szeretik, mert barátságos. A testmozgás mindenkinek fontos ebben az esetben. Van-e arra valamiféle szabály, hogy melyik korosztály jöhet ide, és kezdheti el ezt használni? Nincs igazság szerint, bárkinek ajánljuk tényleg. Ha valakinek esetleg orvosi problémája van, azt mindig orvostól kell megkérdezni, hogy ajánlott-e az edzés, ugye terhesség alatt, illetve szoptatás során nem javasoljuk ezt az edzésformát, de bárkit szívesen látunk. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, ennyi fért a mai napra, kézbe viszontlátásra!